Kérünk add, hogy szolgád Viktor, a közjavára gyakorolja tiszti. Téged félve és tetszésedet keresve arra törekedjék, hogy a rábízott nép mindig szabadságban és háborítatlanul éljen. És még azt is kérjük, hogy a doktor miniszterelnök urunk még sok kétharmadot hozzon össze. Adj erőt, Uram, a drága miniszterelnökünknek, hogy megvédhesse a rezsicsökkentést. Könyörgünk neked, Uram, hogy soha a büdös életben emelkedjen a farhátára. De leginkább azért könyörgünk, hogy nyomjátok meg a lájkot, meg a csengőt, meg minden kutya fülét, és iratkozzatok fel a csatornára. Mintha mi se történt volna. Hogy jön ki a papa templomból, mintha mi se történt volna. És hogy kell Orbán Viktorért misét tartani? Hát így. Régi hagyomány már itt a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony sőtévánia templomban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök születésnapján érte imádkozunk és ajánljunk föl a Szent Misét, idei esztendőben is hasonlóképpen teszünk. Közösen imádkozunk ő érte és drága magyar hazánkért. Valóban régi hagyomány, hiszen Orbán Viktor már nagyon régóta uralkodik. Ha így haladunk, lassan szentebb lesz, mint Szent István. De ha nem is szentebb, az biztos, hogy hasznosabb. Hát intézett nekünk Szent István rezsicsökkentést, ha? Mikor harcolt Szent István ilyen keményen Brüsszel ellen? Mikor védett meg minket Soros Györgytől? Én nem emlékszem ilyenre. Fixáron volt a benzinára az ő idejében, vagy sem? Ezen azért most mindenki gondolkodjon el. És a csirkefarhát? Mikor fagyasztotta be ő az árakat a boltokban? Jó, hát az igaz, hogy István szelleme ma is velünk van az üzletekben, már ahol ugye van vajkrém. Hála érte Istennek, aki őt nekünk ajándékozta. Nem Isten ajándékozta nekünk Orbán Viktort, hanem Gyurcsány Ferenc. Ha jól emlékszem, nem a jó Isten mondta el az összödi beszédet, és robbantotta ki 2006-ot, hanem a Feri. Abszolút a Ferinek köszönhetjük a Viktort, nem a jó Istennek. Pártpolitikát én nem folytatok. Soha nem is folytattam, és nem is fogok folytatni, hiszen mi nem pártokhoz kapcsolódunk, hanem mi ügyekhez kapcsolódunk, mi a keresztény kultúra védelméhez és képviseletéhez és gyarapításához kapcsolódunk. Most melyik az a társadalmi erő ma Magyarországon, amelyik ezt képviseli, vagy amelyik ezt szolgálja? Hát ez egyértelmű a válasz. Egyértelmű, persze. Hát teljesen egyértelmű, hogy a NER képviseli a keresztény értékeket és a keresztény erkölcsöt. Jó példák erre a baltásgyilkos, a Szájernek a lemászása, az Ereszen, Borkai hajókázása, Habony Árpád szippantásai, a lopás Sorba Szájba és Kaleta Gábor. Hát tök egyértelmű, hogy a Fidesz egy keresztény párt, meg az is tök egyértelmű, hogy ez a papbácsi nem politizál. Nyilván nem ő tehet arról, hogy az ellenzék keresztény üldöz. És kik a keresztények? Hát a fideszes politikusok. Vagyis az ellenzék üldözi a Fideszt. Ja, egyértelmű. Azért nekem nagyon hiányzott innen a Tóth Gabi erről az eseményről. Hát egy jó kis keresztény Tóth Gabi dalt szerintem mindenki szívesen meghallgatott volna. Mondjuk azt, amiben az van, hogy milyen jó a erdőbe szeretkezni. Keresztény módra. És Ákos se volt ott, pedig előadhatta volna a bosszú népét, abból is csak úgy árad a keresztényi szeretet. Szokták mondani, hogy diktátor. Lehet ezt jól is érteni, ugyanis diktál. Mi van? A tanár is diktál, mégse hívják diktátornak. A plébános úrtól megtanulhattuk, hogy a diktátor kifejezésnek van pozitív jelentése is. Lehet ezt jól is érteni. A diktátor az nem feltétlenül jelent rosszat. Én egyébként tökre örülök annak, hogy az egyház ilyen nyitottá vált az újfajta gondolatok irányába. Javaslom, hogy gondolják át azt is például, hogy a sátán kifejezést is lehet pozitív értelemben használni. Újítsuk meg a kereszténységet. Változtassuk meg a szavak jelentését és az erkölcsöt is. Mostantól a diktátor nem egy önkény úr, hanem bárki, aki diktál. A lopás mostantól nem számít bűnnek, hogyha az a megfelelő oldalt szolgálja. Egy megtámadott ország mellé pedig nem szabad teljes szívvel odaállni, hogyha az nem segíti a rezsicsökkentést. Az alaptörvényt egyébként nyugodtan felfoghatjuk egyfajta Bibliának is. Egy keresztény ember bármikor lecserélheti azt a régi, elavult könyvet erre az újra, sőt, kívánatos is, hogy lecserélje.
azt látom, hogy a nemzeti szocializmus, a kommunista szocializmus és a liberális diktatúra pontosan ugyanaz. Ugyanis mindegyiknek a gyökerében az Isten tagadás áll, az az egyik. Mindegyiknek a célja ugyanaz, ez pedig a totális hatalomnak a megszerzése, és mindegyiknek a módszere ugyanaz, embergyűlölet. És tessék mondani, az álkeresztény néha neoliberális, ugyanakkor illiberálisnak hívott, konzervatívnak hazudott, illetve totálisan elvtelen közvéleménykutatások alapján kommunikáló pillanatot uraló, lopáson alapuló, tulajdonképpen ideológiamentes kormányzás az mennyire számít keresztény politizálásnak? Biztos, hogy attól lesz egy kormány keresztény, hogy azt állítja magáról, hogy az. Csodálatos. Mindig jól beszél, és mindig azt mondja, amire az emberek vágynak. Ez a hölgy ezt nem Orbán Viktorra mondta, hanem a plébános úrra, de egyébként mondhatta volna a vezérre is. Ugyanis Orbán is mindig azt mondja, amire az emberek vágynak. Felmérik a kutatócégek, hogy mit akarnak hallani a népek, és a Viktor mindig azt mondja, és tök jó, hogy van egy ilyen hálás közönség, amelyik ezt nagyon szereti, amelyiket nem a valóság érdekli, hanem azt szereti hallani, ami neki nagyon tetszik, ami jól esik. Orbán Viktornak meg szerintem a következő kijelentés eshetett nagyon jól, ha hallotta. A körme alatt nem létező piszok többet ér, mint az egész ellenzéki oldal. A körme alatt nem létező piszok többet ér, mint az egész ellenzék. A néni először azt szerette volna mondani, hogy a Viktor körme alatt ott lévő piszok is többet ér az ellenzéknél, de aztán rájött, hogy ezzel azt is állítaná, hogy Orbán Viktor körme piszkos. Nagyon gyorsan kapcsolt a néni, hát azért mégsem egy Márki-Zay Péterről beszélünk, aki dilettáns módon azt mondja, amit gondol. Hát a néni az megtanulta finomítani a kommunikációját. Nagyon komoly képzést kapott a Facebook Akadémián. Ő nem fog beleszaladni a csapdába. Nagyon ügyesen azt mondta, hogy a Viktor körme alatt nem létező piszok. Az viszont micsoda? Ha valami nem létezik, akkor annál hogy érhet többet vagy kevesebbet az ellenzék vagy bármi? Kell még szerintem dolgozni ezen a szövegen, de jó lesz ez. Még miniszter is lehet a néniből. Ilyen képességekkel bármikor ki lehet őt nevezni a nem létező oktatási minisztérium élére. Fiatal gyerek azt mondja nekem, hogy Orbán lop. Hát le voltam döbbenve, hogy még mindig itt tartunk. Így van, még mindig itt tartunk, még mindig lopnak. És amíg ezt a magyarok kétharmaddal fogják jutalmazni a választásokon, nem is fogják abba hagyni. Ciuáció, infláció. Azért is jó, hogy ilyen szuper miniszterelnökünk van nekünk, és azért is kell mindig misét tartani érte a születésnapján, mert most nagyon nehéz időket élünk. Persze ezt Soros Györgynek és Brüsszelnek köszönhetjük. Ő miattuk van például ez a fránya infláció is. Úgy tűnik, ezen a nyáron lesznek néhányan, akik kénytelenek lesznek nyaralás helyett munkával tölteni a vakációt. Kapnak viszont a munka mellé inflációt. De miért is kéne nyaralással tölteni az időt, amikor pénzt is lehet keresni helyette? Ez egy munkaalapú társadalom, kérem, nem egy pihenés alapú. Tessék dolgozni, lusta népség, és tessék örülni, mert noha a lótúrót se ér a pénzünk jelenleg külföldön, és a legtöbb termék idehaza is egyre drágább, viszont hála a magasságosnak nem csak a mindenféle cucc drága a boltokban, hanem a miniszterelnökünk is nagyon drága, hogy befagyasztotta egy csomó mindennek a árát. Az infláció egyébként nem olyan nagyon rossz dolog. Az infláció jó. Miért jó? Mert növeli a fogyasztást. Hogyan? Hogyan növeli a fogyasztást? Hát bakker, kell annál jobb reklám az élelmiszerboltoknak, hogy most gyere vásárolni gyorsan, mert holnap már sokkal drágább lesz. Vegyed meg a tábla csokidat még ma, mert holnaptól 5000 forint. Hát mindenki csokit fog venni, a gazdaság meg jobban fog pörögni, mint Tibor István kezében a slusszkulcs. Én egyébként tudom a megoldást az inflációra, ezt még nem mondtam. Képzeljétek el, hogy én kitaláltam, hogy hogy lehet teljesen megszüntetni az áremelkedést az országban. Persze hát a világban nem, meg Európában sem, de kit érdekel a világ, főleg Európa? Elmondom, mit kell csinálni. Be kell fagyasztani az árát mindennek is, ráadásul olyan áron, amit mindenki megengedhet magának. Holnaptól például 50 forint az Audi. Ennyi. Hogy ebből az autógyártó cég nem fog tudni megélni? Miért nem? Ők is hatóságjáron vehetnek mindent, a farháttól a guminőig. De van egyéb lehetőség is az infláció megfékezésére, ugyanis nem csak az árakat lehet ám befagyasztani. Fagyasszad be magadat! Vegyél egy nagy fagyasztóládát, de még ma vedd meg, mert holnap már dupla annyiba fog kerülni, ha csak be nem fagyasztjuk az árát.
ülj bele, és szépen várjál, amíg belefagyasztódsz, de előtte még szólj a szomszédnak, hogyha majd lejjebb mennek az árak, akkor olvasszon ki. Ez azért is fantasztikus megoldás, mert átérhetsz egy időutazást. Éveket utazhatsz előre az időbe. Vissza mondjuk nem jöhetsz, de az biztos, hogy évekkel később fog a szomszéd kiszedni a fagyasztóból, mert tuti, hogy az nem hónap lesz, amikor vége lesz az áremelkedésnek. És ebben az az igazán nagyszerű, hogy a befagyasztott ember az viszonylag ritkán éhes. Ezért nem is nagyon jár vásárolni sem. Vagyis nem költ magára pénzt. Ez a spórolás leghatékonyabb módja. Így megúszható az egész infláció. Kizárólag némi áram kell hozzá, de majd annak az árát is rendesen befagyasztjuk, azt jó napot. Katások, lehet imádkozni. Ha valakik, hát a katások aztán tényleg elmehettek volna az Orbán misére. Lehet, hogy pici sokan lettek volna a templomban, de hát ezért kellett volna a misét a felcsúti stadionban tartani. Ezért is. Mondjuk nekik elsősorban nem Orbánért kellett volna imádkozniuk, hanem saját magukért, hogy nehogy valami baj történjen a katával. Minden esetre maguk alatt vágják a fát, hogy nem mentek el a misére Istenhez és Viktor úrunkhoz könyörögni. Hát mondjuk ma Magyarországon ez a kettő, ez nagyjából ugyanaz a személy. Állítólag nem akarják megszüntetni a katát, az csak a parrak szeretné, a Viktor nem, hát jó, majd meglátjuk. De persze nekem ez ügyben is van egy javaslatom, az igazán nemzeti adórendszer szerintem az lenne, ha a kata éves bevételi felső határát kitolnák egészen a Siriusig. Magyarul akármennyi pénzből is csak 50 000-et kéne adózni, és így már Mészáros Lőrinc is katázhatna amellett, hogy most éppen andizik. Katasztrófa. Az semmiképpen se jó ómen, vagy inkább jó óvumen, hogy a katáról eddig legtöbbször az derült ki, hogy megbízhatatlan. Többször előfordult, hogy megbízunk a katában, aztán a vége katasztrófa lett. Itt van például Lukácsi Kata, akiről azt gondoltuk, hogy MZP legfontosabb bizalmasa, hűséges harcostársa, aztán mégis katapultált, ha nem is a mozgalomból, de a vezetéséből igen. Mivel szerintem nem elég jól vezették a gépet. A kérdés csak az, hogy vajon kinyílik-e majd az ejtőernyő, és hol sikerül landolni. Mindenesetre ő úgy érzi, hogy ő volt a mozgalom katalizátora. Az MSZP-nek is volt egy katája, a Szili Kata, aki ma a NER-ben csücsül, mint miniszterelnöki megbízott. Ő is azt mondja magáról, hogy nem áruló, ő nem árulta el a baloldalt, ő igenis hisz a baloldalban, feltéve, hogy Orbán Viktor szervezi meg. Tök komolyan ezt mondta. Akkor lett valódi keresztény baloldali párt, ha Orbán Viktor megszervezi. Aztán itt van nekünk ez a Jurák Kata, aki meg az újságírást árulta el, amikor elkezdte a hatalmat szolgálni. Nagyon sok probléma van ezekkel a katákkal. Lehet, hogy az lenne a megoldás a katára, mármint az adóra, ha átneveznék Katinkára. Akkor legalább biztosak lehetnénk abban, hogy ez az adó nem velünk marad hosszú ideig. Az megvan, hogy az Orbán Viktor is katázik? Orbán Viktor befizette a katát, méghozzá a Novák Katát. A miniszterelnök ezt az adót a feministáknak fizette be, hiszen azzal, hogy a katából köztársasági elnököt csinált, szépen letudta a nemek közötti egyenlőséget, meg a női jogokat. Vera férjed? Novák Katalin? Árulja magát a lányod a neten? Novák Katalin? Megfogdostak a villamoson, és akkor mi van? Női köztársasági elnökünk van, angyalom. Mi a probléma? És hogyha már Novák Katalinnál tartunk, van egy nagyon beteg videóm az elnökasszonyról, amiért ezúton is szeretnék elnézést kérni tőle is, meg Orbán Viktortól is. Egy kicsit erősre sikeredett. Persze most is igaznak és jogosnak érzem a videót, de a stílusa valóban egy picit durva. Ha fel vagy készülve egy ilyen videó befogadására, akkor itt van alattam, szóval kattints rá és élvezd.